Januári balesete óta még otthonában lábadozik a legendás színésznő Csűrös Karola. A Bosban azt olvastuk, hogy nagyon nincs jól, és lassan javul az művésznő állapota. Most telefonon kapcsoljuk Csűrös Karolát. Jó reggelt kívánunk! Csókolom a kezét. Jó reggelt kívánok! Hogy szolgál az egészsége? Hát, volt jobb is. Szalagszakadása volt, boka szalagszakadása? Igen. És egy ilyen bandást kell hordanom éjjel-nappal. Hát annyiban jobb, mint a gipsz, hogy ha nagyon muszáj, akkor azért le lehet venni. Meg lehet vakarni az embernek a lábát. De hát 6-7. 6-7 kényszerű pihenő, van már terve, hogy hogy bírja? Tudom, hogy egy örökmozgó hölgyről van szó, egy nagyszerű színésznőről, aki állandóan zizeget. Na hát akkor most hogy lesz az izegés? Hát lassan zizegek. Nem szabad nagyon zizegni. Van támasz a segítsége? Van, a férjem Horváth Ádám, és az nagyon segít nekem. De vannak dolgok azért, amiket én is megcsinálok, de csak módjával. Tehát nem, az a fontos, hogy pihentessem. És mit mondanak az orvosok, a gyógyulás mennyire gyors? Hát 6-7. De hogy ön hogy halad a gyógyulásban, esetleg lehet, hogy gyorsabban gyógyul? Hát őszintén szólva, március 2-án kell kontrollra mennem. Uh-huh. Úgyhogy addig kell hordanom ezt a bandást. Van valami olyan dolog, amiről le kellett mondania, ami előre eltervezett hát, programból? Igen, nem játszottam. Lett volna 5 előadás, uh-huh. és azt nem tudtam. Uh-huh. Van-e már terve arra, illetve időpont arra, hogy mikor tud visszatérni teljes értékűen a színpadra? Hát én nagyon remélem, hogy ugye március 2-án kell menni kontrollra, hozzá Arkas doktor úrhoz, Budapesti Egészségközpontba, és én nagyon remélem, hogy akkor gyógyultán nyilván itt, mert... Áthallásos lenne a kérdés, hogy mennyit segítenek a szomszédok, de inkább azt mondom, hogy a szomszédok rendezője, a férje, miben tudja helyettesíteni önt, vagy mi az, amit meg kellett esetleg Horváth Ádámnak tanulnia, amit eddig nem csinált? Most főz, vasal. Nem, azt nem, nem. Meg ez meg van oldva, hogy van itt egy remek, egy ilyen étterem, onnan hoz kaját nekem. Uh-huh. Most főzni, most ugye akkor a főzés kiesett. Mosogatógép van, abba bele lehet rámolni, abba segít. Tehát nem akarom én végsőkig kihasználni, ez nem illik. A testi fájdalom, vagy a testi sérülés, meg a rehabilitáció egy dolog. Lelkileg művésznő mennyire viseli meg, hogy nem tud játszani például, hogy elmaradtak ezek a darabok, vagy úgy készül rá, hogy majd akkor kettőzött elővel pótolják ezeket az előadásokat? Ez nem maradt el az előadás. Ön számára maradt el sajnos, ugye? Ja, hát az én számomra az sajnos, de hát az megy majd még ez, és akkor újult erővel játszom. Hát mielőbbi gyógyulást kívánunk akkor önnek. Köszönjük szépen, hogy felhívhattuk telefonnál. Köszönjük, jobbulást kívánunk, művésznő. Hát nagyon kedvesek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont hallásra. Viszont hallásra.